Used to keep it cool, used to be a fool, all about the bounce in my step. Watch it on the news, what you gonna do? I could hit refresh and forget. Used to keep it cool. Sándor, te mennyire szeretsz válogatni, nézelődni a boltokban, mert azért ezt férfiak nem annyira szokták kedvelni. Én nagyon szeretek, amikor magamnak nézelődök, amikor a családdal megyek el, három lányról beszélek, akkor az katasztrófa. Tehát akkor ülsz valahol egy puffon a telefonoddal. Ha jellemezned kéne a stílusodat, akkor mit mondanál? Nagyon fontos, hogy legyen az embernek stílusa. Például zenészként is van egy stílusom, színészként is van stílusom, lovasként is egy stílussal lovagolok, és hát nagyon fontos egy férfinak szerintem, hogy az öltözködésben is legyen stílusa. Egyrészt a kisugárzás az nagyon fontos, hogy legyen, és ezt megsegítendő a ruházkodás. Én sportosan elegáns cuccokat szeretek. Kolos, hogyan legyen egy férfi sportosan elegáns? Hogy az eleganciát a kényelemmel kombináljuk. Tehát olyan anyagokat választunk, amiben jól érezhetjük magunkat. Tehát olyan kellemes viselet, egy természetes, 100%-os bőrből készült, és nem műbőrből. Ezt kevesen tudják, hogy ha műbőrből választunk egy kabátot, akkor abban beletesznek egy olyan adalékot, amitől 5 év múlva szétmálik. Ha választunk egy gyönyörű bőrkabátot, akkor az akár örök darab is lehet. Na, ha már a kabátokról szó esett, milyen kabátok a menők idén? Továbbra is megmaradt ez a steppelt vonulat, aminek az a lényege, hogy egy pillekönnyű, szinte nulla súlyú kabátról beszélünk, és ugyanakkor, ha meg felvesszük, akkor abszolút meleg, akár mínusz 10 fokig elindulhatunk benne. Egyébként nagyon meglepő ez a szín egy férfin. Szerintem neked tök jó, én imádom a színeket. Sárga jackin van például, majdnem abban jöttem, de aztán a kék cipőmhöz ezt a kék jackit választottam. Említettük a sárgát, divat szín. Most nagyon fontos dolog, hogy a nemzetközi trendekben abszolút a színek dominálnak. És legyenek a férfi társaink boldogak, hogy mondjuk Julius Caesarnak egyedül volt joga felvenni egy májva színű tógát, és azt egy csigának a házából vonták ki a színt, vagy csak 16. Lajos választhatott magának a bizánci császár óta először piros cipőt, most mindenki megteheti. Ne rettegjünk attól, hogyha színeket választunk, mert az állatvilágban is mindig a hímek a színesebbek, a bátrabbak, és nem ezen múlik. Tehát biztos, hogy te is tudod, hogy nem ezen múlik, hogy pirosban van vagy szürkébe van, nem ezen múlik a férfiasság. You pull me deep, both feet. Nem annyira szoktak a férfiak bevállalósak lenni. Minden ilyen probléma, amiről beszéltél, az a 80-as évekbe gyökerezik, mint például a 80-as években láttuk Tom Cruise-t egy ilyen fazonú kabátban a Top Gunban, és az a kabát, az egy 40-es évek pilóta kabátjának volt a Flash Black-je, és ugye minket a 80-as években köteleztek arra, hogy iskolaköpenybe járjunk, ezért nem tanultunk meg a ruházatunkkal hatni a társainkra. Pedig most az átlagember egyetlen kreatív tevékenysége az, hogy felöltözik, és ebben tudja kifejezni azt, hogy ő egy érdekes egyéniség. Kiegészítőben is lehet színes az ember? Igen, például a szemszínhez, a hajszínhez. Rövid nadrág, azt most már nem hordom, és ahhoz természetesen ilyen övet használok. Aztán van sárga rövid nadrágom, ahhoz sárga öv, tehát piros övem is van, tehát fantasztikusak a színek. Vagy szerintem. Egy jó sállal is feldobhatjuk a szettünket. Mert az énekeseknek ajánlom a sállat, hogy a torkukat védjék. És már is elegáns, tessék. Igen, és jön a karácsony, úgyhogy szokták mondani, hogy sálat nehogy ajándékozzunk, mert az unalmas, de szerintem sokkal izgalmasabb, mint egy mobiltelefon vagy valami, azt egyszer megveszi az ember magának. Viszont én nagyon örülök annak, hogyha a ruhatáramat egészítik ki. Tehát akkor mondjuk egy pulóver vagy egy szép kabát jöhet karácsonyra. Abszolút. Szerintem mindenki boldogan venni. Nagyon sokat segítettetek nekem is, és a női nézőinknek is. Nagyon jó. Nagyon jó. Imádom ezeket a kockásingeket. Bevállalós, de jól nézel ki. Na tehát akkor a mai adás konklúziójaként elmondhatjuk, hogy csajok, nyugodtan ajándékozzatok a pasiknak ruhaneműt, és pasik, nyugodtan ajándékozzatok a csajoknak ékszereket. Ennyi fért a mai Trendmániába, de ne aggódjatok, egész decemberben a karácsonyi készülődés lesz terítéken. Sziasztok!